Hevesi Tamás podcast támogatója a Kolpaszán. Egy életen át. Kolpaszán a minőségi fürdőszoba. Négy Eddie Murphyvel találkoztam, mert... Tényleg? Hát volt egy fénydublőr, egy hangdublőr, egy ruhadublőr, meg ő saját maga, aki nézte a videókat bent a lakókocsijába. Komolyan? De mindegyik kezet fogtam, csak ő vele, nem? Nagy szeretettel és még nagyobb tisztelettel köszöntök mindenkit. Nagyon izgalmas lesz a mai beszélgetésünk, hiszen egy olyan vendéget hívtam meg, akiről kevesen tudják, hogy van ma már olyan, hogy Mr. Universe Hungary. Ő Magyarországon megnyerte a szépségversenyt, most pedig Costa Ricából érkezett hozzánk, csokibarnán, csodálatosan, kisimultan, szinte a levegőben a sós tenger illata. Itt van köreinkben a győztes, Badár Sándor! Szia, Sanyika! Hello! Örülök, hogy itt vagy. Na, hát Sanyiról annyit kell tudni, hogy hát mi osztálytársak voltunk Szentesen, a Horváth Mihály Gimnázium irodalmi drámai tagozatán. Ezt kevesen tudják, hogy Várkonyi Zoltán és dr. Bácskai Mihály közös szellemi szüleménye volt, hogy legyen egy előkészítő gimnázium a színházi és filmészeti főisk, akkor még főiskolának, és ugye mi jelentkeztünk, és hát egyszer csak osztálytársak lettünk. Én nem tudtam róla, hogy te Jászberényi vagy eredetileg. Én azt hittem, mert egész életed a Szentesről szól, és én azt hittem, hogy te Tőzsökere szentesi vagy, és ezért került oda. Három évig bírt a város, tehát utána... nem kitaszított lettem, csak visszaköltöztünk Szentesre, mert ugye az a bázis. Aztán Jászberényben volt apu éppen a művelődési háznak a tótumfaktuma. Aha. Nem lehet azt mondani, hogy nevezzük népművelőnek, mert az egy szép, szép tulus. És akkor ő ott irányított mindenkit, találkozott akkor összes olyan fellépőjével, akiket meg tudott oda hívni, Kovács Katitól kezdve Konzsuzsán keresztül mindenkit. És amikor elfogyott a sor, akkor mondtam, hogy akkor elmegyünk hozzá. És akkor elköltöztünk vissza Szentesre. Aztán. De Jászberény azóta is lebogtatja az ászlókat. A többen Jazzberénynek hívják, akik ugye jazzzenészek. Jazzberén. Ugye Karinté gyűrűs. Igen. Humorista vagy. Igen. Színész, humorista. Tényleg minek tartod magad? Inkább színész vagy inkább humorista vagy egyik sem? Ezt nagyon szépen átszoktam hidalni ezt a kérdést, az, hogy előadó. És ezt már a rendőrségen is hozzászoktam, de... Igen, ott vannak előadók, akik gépelnek. Előadó. Az így jól hangzik, mert akkor benne van minden, és akkor egyik azt, a másik azt nem sértődik meg. Meg egyébként ugye kaptam már ilyen megjegyzést, és hogy jaj, de nem színész, mert nem diplomás, és akkor mi van, Tordi Géza se volt az visszamenőleg. Nagyon sok olyan embert ismerünk, ugye, akik nem végezték el, vagy el se kezdték, Börcsük Enikő és hasonlók, ugye jártad. Sőt, Darvas Iván, Darvas Iván, egyáltalán nem, de viszont volt nálunk lent, emlékszem, amikor Miska bácsi meghívta, és szóval nem kötelező az. Igazság szerint gondolom azt, hogy ha az ember jól mutat a vászon, akkor nem a papírt lobogtatja. Annyit én a gyerekkorodról keveset tudok, hogy oké, hogy Jászberény, meg aztán Szentes, hogy van-e tesód például? Van tesóm, van egy öcsém, ugye hát hagyományőrző, mert ő is a mámában. Ő is dolgozik. Hát, igen. Hát ez nem egy dél-amerikai sorozat, ahol mindenkinek lehet. Most néztem egy dél-amerikai sorozatot, ahol örökbe fogadtak egy gyereket, de nem biztos benne, hogy nem ő az apja. Aha, értem. Ugye hát a 20. vagy 30. részben majd kiderül. Hát a Hozé. Sosé lehet tudni. Hát Hozé Armando, mind a ketten tudjuk, hogy ezek ott nagy a család. Értem. És akkor konkrétan így sodódtál ebben a kultúra közelébe, hogy édesapád vérvonalán keresztül? Ja nem, hát nem is tudtam róla egyébként. Tehát amikor már én öntudatra ébredtem, akkor... Ez mikor voltál édesen? Akkor én csak annyit láttam, hogy minden reggel elment motorral tanítani. Aha. Amikor visszaköltöztünk, akkor tanyai tanító lett. Tehát tanyán tanított 1-8 gyerekeket. És akkor
akkor reggel elment, volt egy olyan fantasztikus nagy iskolája, 11 gyerek, és akkor ezeket ugye egyenként megverte, és akkor elmentek haza, és akkor ő is eljött haza. És akkor ennyit találkoztunk, hogy reggel elment nagyon mérgesen, utána hazajött még mérgesebben, mert ugye felbaszadottak a gyerekek, aztán kijavította a dolgozataikat, ami nem volt túlzottan nehéz, mert egy meg egy se jött ki, és akkor, mert anyán ugye sokkal fontosabb, hogy mennyi tojás lesz. Az, hogy tanyasi tojás, mennyi. Utána szatatlan. És akkor, de nagyon, nagyon szeretem. És a tesód, ő mivel foglalkozik? Tesó, hát mozdonyvezető. Komolyan? Hát most már nem, mert a karrier félbe szakadt a pillanatra. Nem árulok el titkokat, de Kecskemétre úgy indult el, hogy mozdonyvezető volt, és Szentesre úgy érkezett meg, hogy garázsi gépkísérő lett, mert közben néhány váltó nem oda áll, de ez nem zavartatta. És akkor, de viszont hát viszont a megbecsült tagja a vasutas társadalomnak, ténykedik ügyesen, jó tesók vagyunk. Aha. Mostanában ritkában ő Szentesen él egyébként? Szentesen, igen. Szentesen, de a felállítási pontjai mindig máshol vannak, hogy ugye, mint egy titkos ügynöknek, hogy ne jöjjenek rá. A Wikipédia szerint 47 filmben játszottál. 54. De nem 54? Baj. Hát a Wikipédia azt írta, hogy kékszemű vagyok, és 1,80 magas, tehát nem baj. Stimmel. Hát a kékszemed nem stimmel, az 1,80 simán, hogyha fölállsz egy magasabb sámlira. Lehet, hogy pont akkor nézték, akkor fent voltam. De... Szóval 54 filmben játszottál. 54, és abból volt olyan, hogy Eddie Murphyvel forgattam együtt. Na, ez az a Ice Spy. Tényleg? Című. És abban te mit csináltál? Hát sétálgattam smokingba, a Fábri smokingjába sétálgattam a várba, egy partin, ahol ugye hát az amerikaiak nem ismertek engem, úgyhogy amikor harmadszor ordították ennyire tőlem szócsővel, hogy álljon oda az X-re, amit rajzoltam magának, és nem ásszon ki belőle, mert mindig elmentem sétálni. Hát gondoltam, hogy átsétálok a haverhoz, beszélgettem. Tőlem 10 méterre szintén Jászber Jényé színész kollega ott ácsorgott, amikor elindultam felé, menekült előlem, hogy ne kelljen találkozni, hogy őt ne baszarintsák le, mert konkrétan láttam, annyit mondtak, nem kapom meg a gázsit. Annyira izgatott, hogy 15 000 forinttól meg fogok szabadulni, és akkor ezt mikor harmadszor játszották el, akkor Pista bácsit megkérdeztem, hogy hogy lehet innen menekülni, és mondta, hogy nekem mindent, és akkor levitt a büfébe, ott megkávéztatott, ahol 4 Eddie Murphyvel találkoztam, mert hát volt egy fénydublőr, egy hangdublőr, egy ruhadublőr, meg ő saját maga, aki nézte a videókat bent a lakókocsijába. Komolyan? De mindegyikkel kezet fogtam, csak ő vele, nem? És akkor ezek után fogtam magam, mivel már le volt csekkolva, hogy benne vagyok, és megcsináltam az óriási jelenetemet, vissza lehet nézni egyébként, mert megérni. Kegyetlenül jól vonultál, ahogy átmentél keresztbe, az sose fel. De ne, hát én azt megcsináltam magamnak, hogy a montázsasztalon azért bolonduljon meg a lengyel direktorné, aki csinálta, mert ahol elő egy nagyon fontos kémtollat adtak át, azt hiszem, most nem akarok hazudni, az Ewan McGregor talán meg a... Nagyon nem tudtam, hogy miről szól az egész történet. Azt tudtam, hogy 2 nap van, mert feljött az egyik nap, meg lámpából a másik, és az világított meg bennünket. Ilyen nappal forgattak egyébként, és ami ott elő történik a fontos jelenet, és meg kell nézni a hátteret, mert én véletlenül fejlőgtem egy néger pincélnek, nem tudom, szabad egyet mondani, már a tárcáját, majd a gyömbér, ami pezsgő, az ráömlött, én elkezdtem simogatni, hogy jaj, bocs, ne haragudj, ő érezte, hogy neki is oda van a gázsia, ő zsörtölődött, körülöttem mindenki így áll, úristen, a háttérben olyan mozgalmas jelenet van, hogy ilyet amerikai filmek nem láttak, de akkor igen. És ezek után meg volt a nagy jelenetem, majd fogtam magamhoz, megléptem, hazamentem, aludtam egy jót, másnap visszamentem, és fölvettem a gázsia. Oké, tehát még ezen kívül 53 filmben szerepel. Igen. Akkor mindenkit meséljük el, és akkor konkrétan egy 14 epizódos podcast beszélgetésben vagyunk. De dolgoztam egy török-német koprodukcióban. Mi voltál? Hát ott román vendégmunkás voltam. Mondjuk az... Hát meg is kellett tanulni román casting? Hozzá. Casting volt? Is volt. Casting volt. Megérkeztem a castingra. Egyébként a rendező, az zseniális rendező, Tarik Azisnak hívják, aki egyébként aranymedve díjat kapott utána. Hoppá. Hogy én egy kicsit befolyásoltam. Életét,
nyilván persze, és nagyon-nagyon boldog lett, hogy forgathat velem, mert annyit mondott, hogy kellene valami jelenetet csinálnunk, uh-huh. de teljesen fölöslegesnek érzi, mert látja a szememből, hogy én is török vagyok. És mondtam neki, hogy egyébként 10%-ban igen. És te is mondod neki, hogy török zúzók, ha kell. Mondtad neked, 10%-ban egyébként igen, hát barokkos túlzás, ott már lehet, hogy csak egy, de hát aki ebben az országban nincsen kicsi török benne, az festi magát. Hát. És úgy éreztem, hogy ez nem olyan nagy hazugság, és akkor annyit mondott, hogy akarod ezt a szerepet? És én meg annyit mondtam neki, hogy győzzél meg. És azt mondta, hogy kész. De ez teljesen jó. Erre való ez a szerep, hogy ő akarja, hogy ebbe legyek. Majd ezek után megkérdeztem, hogy mit kell csinálni, mert addig nem is tudtam. És akkor mondta, hogy én egy román gyári munkás leszek, aki nagyon boldog, mert új Dacia-ja van, és azt fogják majd ellopni tőlem a németek, és akkor egy nagyon-nagyon parasztnak kell lennem. És akkor hát mind a ketten tudjuk, hogy annak idején a határon, hogyha átmentünk, akkor a vonatról, hogyha leszálltál, akkor legalább három román kisgyerek fogta át a lábadat, hogy gumicukrot. Gumi. Na, egy ugyanilyen román kisgyereket uszítottak rám, reflexből toltam neki egy akkora tockost, hogy megfejelte a térdét, és az összes német, já! Annyira tetszett nekik, hogy azt újra fel kellett venni. Csak 20-szor, a statisztéria. Akkor másodszor vettük, a gyerek már futott, és egy fületéglátos utána küldtem. Összes német orgazmus közeli állapotban volt. Na ez a film egyik legjobb jelenete. Na, ennek mi volt a cím ennek a filmnek? Az a cím, hogy Im Juli. Na, már akkor ezt fent van az interneten. Igen. Óriási. Megkereslek. Meg kellett tanulnom románul, ez volt a legborzasztóbb. Na, de várjál. Nekem, aki nem, semmilyen nyelven nem beszél. Nem baj egyébként, de magyarul egész jól beszélsz. Tehát azt mondom, igen, hogy, és ezt értik mindenki. Igen, sok helyen értik. Teszem. Egyébként neked a filmes karrieredről a legtöbbet nyilvánvalóan azért Szőke Matyival lévő barátság és őrületes barátság indult, meg hát a Szentesi is, mert az egy komoly kis teamwork volt, ugye? Egy kis csapatmunka volt. Igen. A Matyival ez hogy indult? Ő keresett meg, vagy te kerested meg, vagy közös ötletelés volt? Hát ugye mind a ketten emlékszünk arra az időszakra, amikor még Matyi megjelent az iskolába embergyűlölő arccal, fekete lajvéba, kispörge kalappal, ugye? És azért volt ő Matyi, mert ő a Ludas Matyit egymagában játszotta el. Minden ő volt. Egyszerre. Ő volt a Lúd, ő volt a Fa, Döbrögi. Elverte saját magát, és eljátszotta. Ez egyébként most, azt hiszem, talán 3 évvel ezelőtt, amikor a Szentesi Tóth József Színházat újjáépítették, és megcsináltak olyan valóságában, mint 1880-ban. Voltam le, gyönyörű. Átadták. Ott a színpadon a Szőke megcsinálta újra Ludas Matyit egyedül. Én aláestem a széknek, de komolyan, de az operatőrt láttad volna, aki nem tudta tartani a kamerát, és ezt lehet látni a filmben, nem tudta fölvenni. Most képzeld el a Bandit ennyiről, amikor veszi a kamera, és így csinálja az ilyen fejeit, na hát ez akkor úgy éreztük, hogy ez iszonyú, most ez a köbön. Viszont az megalapozta a barátságunkat a Bandival, mert ugye én ezt akkor láttam, Miska bácsi imádta a Bandit. A bácska, Miska bácsi a Szentesi Horváth Miák gimnázium igazgatónk volt, és akiről mondtuk, hogy ő találta ki a nyugodalmi tagozatot. És ugye nagyon sokan meg nem ismerték a Bandit, ezért nem bírták, vagy nem szerették, vagy nem tudták, hogy... Hát mondjuk egy érdekes figura, finoman fogalmazva. Nagyon, de néhány megnyilvánulásában meg nagyon-nagyon mély gondolkodású volt, és akkor ezt így a kíváncsiság mindig vezeti az embert, úgyhogy én akartam ezzel a fickóval kapcsolatban maradni, hogy mégis hol... Akkor te vetetted föl a filmezés lehetőséget? Hát nem, ő vetette föl, mert 85-ben találkoztunk, ugye mi 82-ben végeztünk, így van. 85-ben találkoztunk újra, én ugye a Vasútnál dolgoztam, és mindig megérkezett a Bandi, Budapestről a filmszakmába helyezkedett el, uh-huh. takarító volt a Horizon moziba, és akkor leszállt a vonatról, de
mint egy rendező. Tehát öltön, nyakkendő, megérkezett oktatás. Nem tudom elképzelni. És nem tudtam eltalálni, hogy mit csinálhatsz Pesten, mert úgy érkezett meg, mint egy orvos. És akkor beült a vasúti irodámba, és akkor beszélgettünk egy óra hosszát, az három mondat volt, szevasz, mi a helyzet, semmi. Jó van. És akkor egyszer megjelent, azt mondja, hogy filmet forgatok, akarsz szerepelni? Igen. Mi lesz ez? Egy krimi. Azt elment. És egész éjjel tanultam a három mondatot, amit leírt egy papírra. Aha. Az ennyi volt, hogy postás vagyok, kicsi, ritkán jelenek meg, de vidéken még szeretnek. És... Így emlékszem. Ez melyik film volt? Ez a 69 című film volt, ami természetesen... Nem a Sexpose. Nem krimi, nem a Sexpose, nem, hanem csak annyi, hogy ugye ebbe a Ternyák is játszott, és még sokan mások. Annyit kell tudni, olyan... bocsánat, ezt tisztázzuk, hogy Ternyák Zoltán szintén volt osztálytársunk. Az egyik legnagyobb tehetségű színész. A két leggonoszabb ember a Földön, akit ismertem, amikor összefogtak ketten. Majd erről beszélünk. Kőkövön nem maradt. Ezt erről beszélünk. És is kivágják, de akkor is. Nem vágjuk ki. A Zoli barátunk sajnos már nincs köztünk. Tragédiában fulladva nagyon hamar elhagyott bennünket. És az a Ternyák Zoli barátunkról beszél most a Sanyi. Igen. Csak azért, hogy ezt eljezzük. Ezen az ominózus jeleneten egyébként a Zoli is ott volt. Tényleg? Hát én ott őrültem meg, mert reggel megérkezett a band, hogy akkor forgatunk. Na most ugye 14 óra hosszát dolgoztam akkor éjszaka, és ilyen igazi üreges vasutas szemekkel, vasutas ruhába, mondom, akkor nem megyünk haza, hogy átöltözzünk, meg akkor nem, ez így pont jó. És akkor mondom, jó. És akkor mondom, de mit forgatunk, vagy hogy forgatunk? Azt mondja, hogy gyere ki, azt akkor biciklizel hazafel, azt majd közben elmondod. Aha. Na mondom, hát erre felült egy háromkerekű triciklire, amit a barátnője tekert, a szőke vette egy ilyen kamerával, csak ilyen felhúzós, szuper 8-as kamerával, én a 28-as biciklimmel mentem, mellettem a Ternyák egy kempingbiciklivel, és egy 5 méter hosszú dróton a mikrofon tartotta, és úgy kellett biciklizzünk, hogy egymás mellett tudjunk menni. Na most ő négyszer annyit tekert, mint én, és közben mindig kérdezett, de majdnem elesett, közben nézte az utat, közben ezért mondom, én meg megőrültem, hogy lesz ebből krimi. Mert azt hittem, hogy majd folyni fog a vér, meg nem tudom. Ez nem gonda. Ebben az alkotói művészetben jó, ez az első szőkefilm volt. Érted? Tehát én addig azt hittem, hogy hogy a film az úgy kezdődik, hogy elindul egy jelenet, tessék, hogy hívják. És... Látod, ez formabontó volt. Hú, de nagyon. Ugorjunk egy kicsit vissza, mert ugye nem is vissza, hanem úgy haladunk előre. Ugye a Szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban, ugye én is oda jártam erre az irodalmi drámai tagozat, csak a második évben én hazaköltöztem Gyulára, ugye elsőt ott jártam, Szentesen, másik Gyulára, sport miatt, talán emlékszel rá, és harmadikos volt, amikor újra kellett felvételiznem, meg különböző nyelvvizsgát kellett tennem, ugye ott franciául tanultunk, Gyulán én németül, vissza megint franciául, és egyszer csak lett egy új osztálytársam, az voltál te. Az lettél te. De mi volt az első kettő éven, hogy nem rögtön lettél osztálytársam? Hát mert én megelőztelek téged. Én úgy csináltam, hogy sporttagozattal kezdtem. Te? Hát, milyen sportágban? Magyar tájfutó országos bajnok vagyok egyébként. Nem mondod. Dehogy nem. Hát, ezt lefogom el, ezt nem hiszem el. Többszörös. Tájfutó, igen. Hát, akkor a szövetségi kapitány még Monszpart Sarolta volt, és úgy, hogy ő akkor volt világbajnok. Ez így van. És a Rostás Irén, aki Hódmezővásárhelyről szintén magyar bajnok volt, ők meg az ottani Hódmezővásárhelyesének a nagy nagyon jó futói, azok ilyen vészes ellenfelek voltak. Oké. És te tájfutó volt. Tájfutó voltam, igen. Hát másban nem is tudtam. De akkor várj, hova jártál első, második éve, amikor még nem is hát elsőbe jártam oda a gimibe testnevelés tagozatra. Ja, testi tagozatra. Mindenki nagyon jó focizott, rettentő, atlétikázott, volt mellettem a Mike Judit osztálytársam, a 140 kiló a nyomott fejbe, fekve is, és fejbe is. És gerelyhajító bajnok volt, a német Miki, német Miklós, ahogy az gerelyhajító bajnok volt, és német Miklós Paragi. És aztán ezek közül nagyon nehéz lett volna nekem kitűnni, de én úgy voltam vele, hogy
hogyha a középmezőnyben vagyok, az, nekem az is jó. Hiszen fölvettek és a gimnáziumba. És akkor Miska bácsi első év végén, tehát valahogy így évvégén, március, igen, április közepén odajött egyszer hozzám, hogy annyit mondott, hogy azt mondja, hogy szükségem lenne a drámaiba fiúkra. Aha, hát mondjuk igen, tehát nem rám, voltunk, hanem fiúkra. Aha, és, hogy gyere át. És akkor mondtam neki, hogy nem. És kihúzta magát, mint egy igazgató, hogy azt majd meglátjuk. És elment, azt akkor mondtam, hogy akkor ennyi volt a beszélgetés, és ez kész. És akkor kettő héten belül mindenből bukásra álltam. És akkor alig vártam, hogy találkozhassak vele, mert el se kezdtem mondani, mert akkor mondtam, hogy hogy kéne átmenni. Ez jó, win-win. Hát egy nagyon szép irányított. Win-win helyzet. Tudsz volt ez? Volna, és akkor annyit mondod, hogy akkor, hát akkor majd jövő héten akkor felvételizünk. Uh-huh. Felvételizni kell. Bizony. Hát mondom, arról volt szó, hogy átmegyek, az kész. Ugye? Hát azt hittem, hogy csak ennyi lesz. Mondja, hát felvételizni kell. Ez így van. De ha tudjuk, hogy mi a vége, ugye, akkor nem kell izgulni a felvételén. És akkor elmentem felvételén, az összes dráma is ott volt. Az borzasztó volt, hogy a szakemberek előtt kellett nekem mutatni, hogy mekkora amatőr vagyok. És akkor azzal győztem őket meg, hogy annyit mondott a Miska bácsi, hogy egy kézigránátot dob felém, és csináljak vele valamit. Ezt hagyta, hogy felrobbanjon. És akkor annyit dobtam magam, és akkor annyit mondott, hogy hát ha valaki előtt a kézigránát felrobban, akkor nem dobja magát, hanyat, hanem ez szétesik. Mondom, de azt nem tudtam eljátszani. Ezt megtapsolta, és akkor felvettek. Aha. Hála Istennek nem kellett énekelni, pedig majd... Jó, de akkor akkor kettő évet voltál a sporttagozaton? Egy évet. Csak egy? Egy évet, mert következő... Ja, a másodikban már oda jártál, igen, csak akkor én nem voltam. Ott, igen, igen, akkor nem, amikor te nem voltál ott, akkor már kezdtem. Okay. Akkor megtanultam mindent a nyomorról, mert ugye a mi közös múltunk, ami nagyon nagy titok, az, hogy ott minden nap vér volt, minden nap borzasztó. Minden nap úgy kezdődött, hogy ternyák vagy egy hógolyót tett az ember feneke alá, vagy körzővel megszúrt a legborzasztóbb pillanatban, vagy kidobtak a másodikról minden. És emlékszem, mikor kidobtatok a másodikról? Nem. Nem? Ott én nem voltam. Gurgola nyitotta az ablakot. Én nem voltam. Jantyik fogta az egyik kezem, ternyák fogta a másikat, és akkor ordítottak mindannyian, és mondták, hogy most kidobunk. De nem tudtam, hogy miért. Ugye, mert hogyha jogos, akkor azt mondom, oké, de jogtalanul kidobni a másodikról, mindent átéltem, egy métert repültem, mert egy iszonyú nagy sóderdombot az ablak alatt, csak ezt nem tudtam, de mindent átéltem, hogy meg fogok halni, majd kidobtak egy héttel később is, csak elvitték a sódert. Akkor borzasztóan megütöttem. Akkor alakult ki ez az arc, ugye? Tehát, amit most látunk. Sanyikám, az emlékezetes számomra az iskolaköpeny. Iskolaköpeny zseb. Igen. Tehát, hogy a Ternyák Zoli kellő atrocitás keresvén nap, mint nap így letépte egy éven keresztül ezt a kis zsebet. Volt egy előzmény, a tévébe ment akkor egy televíziós film, az volt a címe, hogy mi is volt a címe? Mocsoládi erdőkerülő volt benne, meg ilyen gyerekmese volt, és ott lefokozta a király a kultuszminisztert, és ennyit mondott le a csokoládi jelvényekkel. És akkor innen jött az ötlet. És akkor innen jött az ötlet, hogy lefokoztak engem minden nap. Oda jött a Ternyák, belekapaszkodott a felső zsebembe, letépte. Anyám reggelre visszavolta. Aztán másnap is letépte. Így indult. Aztán egyenként jöttek oda, és letépték az összes zsebemet. Anyám a virágdróttal kötötte vissza, és nem értette, hogy miért szakad le minden nap, és akkor egyszer csak belekapaszkodott az egyik zsebembe, hogy hosszában köpeny leszakított a zsebbel együtt, akkor már nem tudtam hozamenni köpenybe, és anyámnak csak annyit mondtam, hogy a szőke is köpeny nélkül járkám, miért ez. Igen, mert akkor ugye kötelező volt az iskola köpeny, még az átkosban szörnyű volt ez az egész, én egyenruhaszerűségnek kellett kinézni. Milyen nagy poénokra emlékszel még így a közös éveink alatt? Hát, nyilván emlékszem arra, hogy fociztunk együtt például. Az így van. Az se volt egyszerű. Ugye kapusnak nem voltam jó, mert féltem a labdától, tehát mindig elugrottam előre. Egyébként Sanyi jó kapus lettél volna, mert te mindig az a legjobb kapus, akit a legtöbbször eltalálnak. Tehát én azt gondolom, hogy te egy jó alkatú lennél kapusnak, vagy jó alkatú is voltál. Hát igen. De egyébként utána volt egy építőtáborban, ahol pajzsra tettek, mert ott meg kapus voltam, csak ott meg a nagy langaléták voltak előttem, és mondtam, hogy egyre vigyázzanak, hogy a kispályás, hogy a hatoson
keresztül már ne jöjjön labda meg ember. Úgyhogy azok mindenkit lekönyökölték, lerúgták, megverték, elvették a labdát tőle, tehát nekem nem kellett védenem. És a utolsó meccs az az volt, hogy 0-0 lett a döntőbe, és akkor 11-esek vagy. Közös focira emlékszel akkor. Közös. A közös foci az annyi volt, az a pillanat, megmaradt. Úgy ordított, hogy érjem el a labdát, amit ő feltűzött nekem, ugye egy teljes pályán keresztül indított. Annyi volt talán, hogy megöllek, ha nem rugod be. És futottam. Az életedért? Az életemért futottam, és egy óriási nagyot ugrottam, és azt éreztem, hogy elment a világ, mert alán bukott a bukám. De olyan szinten, hogy úgy vittek az ölbe. És akkor van. Már sajnáltak, mert akkor már tényleg látták, hogy nagyon fájdalmas. Igen, mert azt hittük, csak poénkodsz. Ugye volt egy ilyen furcsa, eleve furcsa mozdulataid vannak. Ugye, és akkor futsz egy labda után, és akkor egy ilyen... Egyébként gól lett. Mert meg is öltünk, ez most, nem lett volna gól. Magas elvárás van. Ott kezdődött a szövetségi kapitány, mi volt. Ugye mi kollégisták voltunk, hiszen nem szentesek vagyunk, de meg ugye szentes hazamentél. De emlékszel ezekre, hogy milyen jó összetartó osztályunk volt olyan szempontból, hogy gitároztam, közösen énekeltünk, vonultunk az utcákon, csináltunk, és hogy minket akkor a szentes város népe olyan különc bogaraknak tart. Igen. Jól mondom? Igen. És te hogy élted meg szentesiként téged, de nem érti hát ezért? Kitaszított lettem. Tehát, tényleg? Hát ugyanúgy, hát ugye én is drámaissá váltam. Ugye igen, úgy hívtak bennünk, hogy a dráma is. A dráma is, igen. Azt hitték, hogy különcök, nem voltunk különcök, hát szerintem nem voltunk pontosan ugyanúgy. A szabadságot kaptunk. Pontosan. Ugye ez a nagy titok az volt abban az időszakban, hogy amikor te visszajöttél, akkor egy kérdést tettem fel, hogy na milyen volt. És annyit mondtál, hogy párosával kellett sétálni az udvaron szünetbe. Így van. És ez volt a fő motivum. A Gyulai Erkel gimnázium, ahol jártam. Igen. Valóban ott még ilyen vaskalapos szabályok voltak. És nekünk meg mindent lehetett csinálni. Ugye minden. Este 8 után ki tudtunk maradni, ami nagyon ritka volt abban az időszakban ugye egy diáknak. Akkor ugye engedélyező volt olyan lehetőségek, hogyha valami tényleg, akkor Miska bácsi ráadásul kimentette. Így van. Mindig kimentette. Tehát Ternyákot hányszor megbújtette? Ez így van. 56 ott játszott Ternyák a kollégiumba, a poroltót szétfújta, megharapta az iskolaigazgatót, mert pulikutyát játszott, tehát amit el lehet képzelni. Sőt, azt nem tudom, tudod-e, hogy egyszer be akartam, ugye egy szobában laktam ugye a Ternyák Zolival, meg a Jakucsal, ugye? Igen. Gurgulával. Igen. Meg Jancsik Csabával, aki színész lett egyébként, Csabát innen is üdvözlünk, Csabi. És szurkolunk neki. Igen, ugye? Igen. És... be akartam menni, a 301-es volt a szobánk, be akartam nyitni, és be volt zárva. És bentről, emlékszel az önök a kuncogó hangja? Nem nyitom ki! Mondom, Zoli, mondom, mennem kell, rohannom kell, vissza kell mennem kreatív órára. Nem érdekel! És ilyeneket csinált. És akkor fizikai erőt kellett alkalmazni, hogy magyarul ajtófésztát, félfástól benyomtam az ajtót, mert tényleg mennem kellett, át kellett öltöznem. És képzeld el, az asztalra föl volt téve egy szék keresztbe feszít, és egy légpuska. És azt mondja, hogy lelőlek. Igen. Szóval a Zoli... És a Ternyáknál ez meg is ez nem is, meg is, tehát ez igen, tehát azért... Hát mi mentünk együtt horgászni, és 5 perc után azt láttam, hogy egy óriási nagy bottal verte a vizet. Mondtam, mit csinálsz? Azt mondja, hogy a büntetem nem adott nekünk halat. Tehát borzasztó. Egy falat halat. Halat, érted? Akkor mentünk biciklivel horgászni, elkezdett szakadni az eső, mondtam, kapjuk fel a bringákat, azt menjünk keresztül itt a kukoricáson, mert akkor hamarabb kérjük a betonot, a kurca partján, mert szentes környékén, hogyha köpsz egyet, olyan fekete föld van, hogy ragad, mint a sár, és nem tud tolni a bringát, mert kétszer olyan vastag a kerék, és így lihegek, viszem a cájgot, viszem és egyre messzebbről hallottam a Ternyákot, és nézek hátra, lopta a kukoricát, szakadó esőbe, érted? Mert azt mondja, most van itt a pillanat. Tehát ez a elmebajnokság a köbön, és Miska bácsi mindig megvédte, amennyire csak ez bírta. Ez így van. És egyébként hozzáteszem, hogy Erzsike néni, akit nagyon, nagyon, nagyon féltünk tőle. Szigorú. Nagyon szigorú. Ugye, hát ő minden reggel úgy ébredt fel, én azt szoktam mondani, hogy pontosan tudta, kit fog megbúgtatni. És mi mindig benne voltunk a top 5-be. Én azért szerettem Erzsike néni óráit, mert ott írtam a legtöbb verset.
a csapatban. Az esélytelenek nyugalmával. Őt nem szólította fel sosem, mert tudta, hogy értelmet. Hát így van, hát a B betű elő van az a naplóban. Mit szenvedtem. Hát a H betűvel középen a jó. Felállította Zolit, azt mondja, Zoli, egy nagyon szép vers, vagy inkább Sanyi? És akkor meglátta Zoli arcán, hogy nincsen benne a fejébe azon a héten vers. Meg és emlékszem, akkor... kérdezte tőled egyszer töltem, arra sose felejtem el, hogy Sanyi, kik voltak a rómaiak ellenfelei? És akkor így emlékszem, hogy gondolkoztál, többen suktunk, és akkor megszólalt Erzsike néz szójátékszelen. Pedig spártanuló már súgja is? Emlékszel? Emlékszem. És most volt osztálytalálkozónk, ott igen. Volt Michel is, ja, Erzsikének a fia. Igen, fia. És akkor francia mondom, tanár. Mondom neki, anyukától úgy féltem, mondom hármasnál jobb életben nem voltam nála. Azt így nézett körbe, hát van ember, aki kapott anyámtól hármast. Így tudtam meg, hogy most lettem. És akkor utána, bocsánat, oké, leérettségiztünk, kirepültünk a fészekből. Te merre mentél hát tovább? Hát én megpróbáltam felvételizni. Ugye? A főiskolára felvételiztem? Hát nem, hát ott a házi versenyben nem tudtam részt venni. Ja. Ugye ott elindult annyit kell tudni előzményként, hogy nekünk azt mondták, amikor kezdtük ezt a sulit, hogy majd a végén mi rosta nélkül átjutunk a színire, és akkor kapunk diplomát. Én nem hallottam erről. Hát ezt, amikor felvételiztem, Miska bácsi szó szerint ezt mondta. Látod? És akkor utána a negyedik évre derült ki, hogy hát nem, hanem majd lesz egy házi verseny, és akkor ketten. Ketten rosta nélkül jutnak át. De Fehér Júli meg a Jantyik. Ők ketten úgy jutottak át. A én összes rostán ott voltam. És a többieknek azoknak nyomatni kellett, és én nem akartam részt venni ebbe a házi versenybe, mert az esélytelen nyugalmával indultam. És akkor mi lett veled? Hova mentél? Hát én felvételiztem több főiskolára. Például? A nyíregyházi tanárképzőre. Tanár akartál lenni? A Juhász Gyulára. Hát nem akartam tanár lenni. Hát akkor miért felvételiztem? Hát azért neki ilyen dolgozni. Hát... Ja, most már értem. Hát ez egy magyar hát úgy voltam vele, hogy ha még 4 évet kihúzok valahol, akkor milyen jó lesz, és akkor maximum majd lesz belőlem valamilyen tanár. Hát teljesen mindegy volt. És ugye... És nem vettek föl? Hát nem vettek föl. Sőt, felvételiztem a TF-re, testnevelés tagozatra. Borkaival felvételiztünk együtt, őt sem vették fel, és csak ő akkor már olimpiai bajnok volt, és őt sem vették fel. Kicsi eltűnt. Olyan nyugodt voltam, mert a gyűrű gyakorlatom annyira nem sikerült, hogy nem tudtam elkezdeni. Hát ezért kaptál karinti gyűrűt. Ez is egy gyűrű gyakorlat. Ez a kreativitás. Drága uram, mert mindenkit pótolunk. Igen. Vannak felemás korlátozások, megvan a karinti gyűrűk. Oké, tehát akkor nem vettek fel a főiskolára, és akkor mi lett? Elmentél dolgozni? Hát kénytelen voltam elmenni. És a vasút? Itt jött a képbe? KMK, igen. Hát nem, előtte elmentem, egy nyáron keresztül dolgoztam a Dánszer Miklósi Micsorin MGTS-be. A Dánszer Miklósi építőtáborra többször kitároztam. Ott kaptam a ihletet, mert mondták, hogy van egy másik szektor, ahova el lehet menni, és akkor a hollandoknál van lehetőség jelentkezni, hogy ilyen maszek földművelők leszünk, és akkor eppet fogunk termelni. Aha. És én borzasztóan beleéltem magam, hogy szentesen mindenki paradicsomba, paprikába gondolkozik, azt itt van a csúcs, az a csúcs növény, az eper, amit mindenki szeret, csak olyan drága, hogy nem merik megvenni, ezért kell eladni nyugodtan. És akkor oda kerültél Dánszer Miklósra? Oda mentem Dánszer Miklósra, leszerződtem a hollandokkal, ők mondták, hogy ők adnak mindent, nekem csak dolgozik kell. Mindenki olyan magas volt, hogy csak a lábak között tudtam futkározni, és meghozták. Hát az, hogy közelebb legyél az eperhez. Meghozták dobozokhoz. Onnan magasról leszedni az epret azért... Csak eleve alprókat vettek. Így lettem én gaucsó. És akkor megkaptam az epret tőlük, amit addig nem tudtam, hogy így néz ki. Aha. Ugye azt se értettem, hogy egy föld darabka se volt a gyökéren, ami körülbelül ekkora volt. Uh-huh. És volt a tetején egy ekkora sziklevél. Uh-huh. És ezt kellett elültetni úgy, hogy én hülye, hogy a helyi emberek, akik már tiszta voltak a földművelésnek a borzalmaival, ők... egy meg kettő sort vállaltak. Uh-huh. Hát én mondom, én szentesi vagyok, én 5-nél kevesebbet nem kérek. Van 5. Nem tudtam, hogy mit értem, csak annyi kérdezik. Na mennyi? 1, 2, 1. 5. Sanyi bevállalta. Azt bevállaltam 5 sort, 1 kilométer volt 1 sor. Azt hittem, megbolondulok.
azt hittem, megbolondulok. Ez a bújtatásos ilyen fekete fólia van lerakva, egy sorba három sor tő megy, aha, és ezt ugye arasznyira vannak egymásra, és ilyen ültető fával kell elültetni. Uh-huh. Mire az 5000... Terekadal nem volt semmi gond. Nem is tudtam róla. De az 5000-nél, amikor így szúrtam le, akkor átgondoltam, hogy én hónap nem tudok vécére menni, mert nem megy hátrébe a kezem, annyira fáj, ennyi, és vége, persze, vége is. Oké, okay, ezután mi lett? Hát a hollandok nyertek. Oké, okay. Te Dánce Miklós után? És akkor utána visszamentem Szentesre, aha, próbáltam a könyvesboltba elhelyezkedni, nem tartottak rám igényt. Uh-huh. Mi volt az indok? Nem tudom. Túl sokat tudsz? Hát valószínűleg az volt, hogy ugye nem volt felvételi hozzá, csak azt érezték ki belőlem, hogy nem biztos, hogy egy könyvet is el tudnék adni. Lehet, hogy olvasták a Csontos Szigfrides történetet, nem tudom. A Csajszi, aki nem vett föl, az úgy érezte, hogy... A vér hiányzik ehhez. És akkor megkérdeztem a barátomat, Jancsikomámat, akivel ugye sok mindenben együtt igen, szerepeltünk, igen, hogy helyezkedett el a vízműnél, hogy lett úszómester négy órás munkakörből, azt mondta, hogy nagyon sokat kell azért keccselni, és akkor nem vettek oda fel, pedig az nagyon jó lett volna, semmit tevés a köbön, és akkor... És akkor jött a... Mondj még egy munkahelyet, ahol nem kell dolgozni. Menj a MÁF-hoz. És oda mentem a MÁF-hoz, és akkor elsorolták a feltételeket. Hív a vasút, vár a MÁF. Lehet, hogy azt mondják mások, hogy koszos. Lehet, hogy azt mondják mások, hogy veszélyes. Lehet, hogy azt mondják mások, hogy bonyolult, viszont van ingyenjegy. Azt ez annyira megfogott, hogy van ingyenjegy. Itt a helyem. És akkor azért, hogy ingyenjegyet kaphassak, hogy utazhassak szerte szét a világba, amit nem tudtunk adnak idején megtenni. Ez így van. Szabadon. Ezért oda mentem, és egész Európára szóló ingyenjegyet kaptam. Ezt nem is tudtam, hogy egész Európára. Képzeld el. Hát bejártam az... Vonattal. Mindent. Kegyetlen jó. Mindent. Sok országba jártál te is, ugye? 57. Na, nagyon jó. Igen. Jössz utána. Haladsz szépen, bravo. Jó haladunk. És... Oké, okay, tehát itt volt, akkor vasutas volt, sok-sok évig, ugye? Ott nem tudom, sok évet töltöttél a MÁV-nál, ugye? Mennyi? 8-at körülbelül? 13. 13 évet? Fú, kegyetlen. És közben filmeket csináltatok a Matyival. És közben elkezdtünk filmezni, sőt, igen, hát utána... Följártál Budapestre sokat? Szerintem nagyon jó döntés volt, hogy elkezdtünk a Bandival filmezni, mert az első, az ominózus 69 után, ami egyébként hát szuper 8-as technikával készült játékfilm, amire addig nem volt példa, ezzel a Bandi megnyerte egy filmfesztivált, és akkor következő évben már forgattunk egy új játékfilmet, aminek az lett a címe, hogy Vattatyúk. Igen. És a Vattatyúk, amit még Olaszországban le is fordítottak, és La Gallina di Ovatta címmel... Ez óriás, még egyszer? Vetítették. La Gallina di Ovatta. Italiano. Megvan otthon a plakátja. Őrület. Őrület. Vetítették Olaszországban a mi filmünket, nem is hittem el, hogy nemzetközi érába is betörtünk. Hát aki ezt a filmet még nem látta, feltétlenül nézze meg, mert hát, hogy is mondjam. Tehát, igen. Áttörő film volt. És úttörő. Viszont meghozta a jövőt, mert onnantól kezdve 8 éven keresztül nem volt olyan év, hogy minimum egy, de inkább 3-4 játékfilmben ne szerepeltem volna a magyar játékfilm szemben. Aha, igen. Sanyikám, és arról mesélj már nekem, hogy ha mondjuk dönteni kéne, hogy mi áll hozzád közelebb, a filmkészítés, vagy esetleg érdekel-e a maga a színházi élet? Mert ugye abban kevesebbet láttunk. Azért igazság szerint a színház az menet közben alakult ki valahogy az agyamba. Biztos, hogy nagyon-nagyon jó színészeink vannak, és nagyon jó műhelyek vannak. Lehet, hogy kellett volna részt venni benne, de nem érzem igazából olyan hiányát így az életemben. Elsősorban azért, mert dolgoztam munkahelyen, és nekem a színház egy ugyanolyan munkahely. Igen, az. Tehát oda, hogy az ember bemegy, ugyanazokkal az emberekkel dolgozik minden nap. Felelősséggel tartozol. Nem történik egy idő után semmi olyan izgalom, hogy
hogy az a kreativitás. Igen, az a belterjes közösség, az ne romoljon egy idő után meg, pont ezért. Uh-huh. És ez annyira nem vonzott engem. De a Duma színházban mégiscsak... Igen, de ott én egyedül állok a színpadon. Az így van. Tehát ott az egy egészen más, mert nem kell alkalmazkodnom másokhoz, mert nekem ez a... Nem mondom azt, hogy nem tudok alkalmazkodni, hiszen megtanultuk, meg tiszteljük persze a másikat, meg jól kell focizni, alá kell dobni, jó, passzolni kell tudni, de ugyanakkor a Duma Színház, meg maga a stand-up az azért jó, mert én a közönségemmel egyedül alakítom ki azt a játékot. És egyébként ez fontos kérdés, hogy amikor te fölállsz, akkor nyilván megvan a váza, hogy mi fog történni, mert nyilván a nem állsz ki. Persze, hát de aztán ugye mennyire inspirálhat, hogy a közönség tapsa, illetve nevetései, tudom jól, én is ilyenkor el szoktam raktározni, amik jól működtek, azokat nyilván beépítem a mondókámba, de nálad is gondolom az van, hogy azért közönség reakciója befolyásolhatja, hogy merre viszed tovább a mondandónak a fonalát. Hát, hogyha már itt tartunk, akkor ugye néhány szó találkoztunk ugye a színpadon. Az, hogy egy Hevesi Tamás koncerten a közönség olyan szinten megy át, mint hogyha be lenne szipkázva, mert ugye úgy irányítja a közönségét, ahogy ő akarja. Ez nem egy átlagos koncert, hogy kés taps, és akkor a következő számunk, és akkor taps! Ez nem taps! És megőrül a közönség, és örjöngenek, tehát megrántja magával, na ez a csúcs. Én, amikor a stand-upot elkezdtem, köszönöm egy Janis Joplin. Ezt beszéltük meg, hogy ezt fogja mondani rólam, tehát én totál csendben állok a színpad közepén, és kapaszkodom mikrofonára. Mondta, hogy nem lesz másképp gázsi, aztán szóval amikor a stand-upba először színpadra, akkor Janis Joplin-t néztem éppen a Szőke javaslatára, aki úgy kezdte, hogy kiment egy a 45 ezeres közönség elé, azt a picike törpen ő ennyit mondott, are you ready? Mindenki megbalondult, és mondom, úristen, micsoda kezdés. Na, így kell bedurrantani. Ez így van. Így kell bedurrantani. És azt a Duma Színházat az mai napig csináld, ugye? Igen. Aha, tehát gyakorlatilag az életet szerves része. Kitölti a napjaim. Igen, igen. Szórakoztató abból szempontból, hogy mindig kattogni kell az agynak, tehát nem lehet puhulni. Mert abban a pillanatban, hogyha valami kezd elfáradni, azt megérzi a különbség. Meg azt mondja, hogy ezt már hallottuk, ez unalmas, neked is kell állni. Úgyis mindig van aktualitás, mindig van. Ezeket te beépíted, mindig az aktuális dolgok? Ami veled történik? Mert ugye ami velem történik, meg ami napra kész. Ugye mások mindig azt csinálják, hogy mennek az utcán, történik vele valami borzalom, és akkor nyomor a köbön. Ez stand-upos így, úgy, de jó, ezt el tudom mondani. Tehát az egészen másfélképpen éli meg. Mert ugye Chaplin nekem ugye gyermekkori példaképem, egy mindenkori példaképem, ő azt mondta, hogy van ez a, azt nem ő mondta ezt a mondást, hogy a téma az utcán hever, de igazából igen, tehát ő onnan építette az összes poénját, hogy figyelt az utcán, és följegyzetelt a kis agyacskájába, hogy hoppá látta, amikor a tükörrel elfordult, amikor kijöttek a boltból, és abban megfejelt két embert, tudod, amikor van, hányszor volt ilyen jelenet, vagy egy ilyen pallót, amikor visszaváltál, és elfordul, és hát akkor ezek szerint nagyjából te is így építed. Hát, mondok egy élő példát. Mentem le a Balatonra fellépni, és éhes voltam, mondom, mikor odaérek, már nem lesz kaja. Uh-huh. Mondom, akkor megoldom magamnak. Így, ahogy mentem a kocsival, megláttam egy táblát, hogy két jeges medve pizzéria. Következő sarkon megláttam két ilyen közmunkást, akik vakarták az árokpartot. Hát látszott rajtuk, hogy nem ma kezdték. Aha. És megálltam, azt mondom, hogy elnézést kérek, meg tudnák mondani, hogy a két jeges medve pizzéria merre van? Azt akkor mondja az egyik a másiknak, hogy két jeges medve, azt az rátámaszkodott így a lapátra, jeges medve itt. Jeges medve itt a Balaton parton, érted? Igen. Ez elindít egy sztorit, persze, és akkor ebből lehet építkezni, és ez egy friss élmény volt, azt azonnal elmondtam a színpadon. Tehát, hogy, de nagyon sok műsorodban járod az országot szépen. Hát hála jó Istennek, az igény is megvan, meg igen, szerencsére maximális még a lehetőség is, úgyhogy a kettő ötöző. A családodról mit lehet tudni? Ugye tudom, hogy van egy nagyon tehetséges, nagyon szép nevű fiad,
Badár, ő is. Igen, nem, a Tamás, második. Tamás. Azért én arra gondoltam. Igen. Szintén Tamás. Aki állítólag úgy lett bűvész, hogy hazamentél, és nem találtad a pénztárcájadat. Nem. Akkor hogy úgy volt. Hát én ezt szoktam mesélni, hogy 3 éves korában vettem neki az első trükköt, meg gondoltam, addig se kérdez. És akkor lesznek nyugodt pillanataim. Aha. Jó is működött egyébként, mert tényleg elkezdett érdeklődni, meg elkezdte nézegetni. Ezek nem a kifejezetten hagyományos Rodolfo doboz volt. Aha. Azt később vettem meg, mert akkor már azt éreztem, hogy egy nagyot kéne lépni. Uh-huh. Na, ezzel szúrtam el, mert a Rodolfo dobozban minden készen van. Tehát, hogy ott nincs sikerélmény a gyereknek, mert minden pillanatban ugyanúgy kell csinálni, azt ugyanaz történik. Uh-huh. És ugye, nincs benne kreativitás. Igen. És láttam, hogy ilyen boldogtalan lett tőle, uh-huh. de nem gondoltam, hogy tovább fog lépni. Uh-huh. Mert gondoltam, hogy akkor ennyi volt, hát én is így kezdtem. És mikor billent át? Vittem sehova. Ez benned. Akkor, mikor billent még, át? Még 2 év volt, és akkor már működött az internet, és nézem, hogy nézi az internetet, és ott szentséget, hogy hát ezt nem hiszem el. Mondom, mit nem lehet elhinni? Azt mondja, hogy nézem a Báncsit, hogy csinálja a bűvésztükköt, de nem tudok rájönni. Hát mm-hmm. persze, hogy nem tudsz rájönni, hát senki nem tud rájönni. Azt mondja, de hát erre, már rájöttem, csak erre nem. Aha. Hoppá. És akkor elkezdtem gondolkozni, hogy milyen ügyesen utogatott egy-két trükköt, mondom, tök ügyes, autodidakta módon. Tényleg? És akkor elmentünk egy barátomhoz, aki bűvész, aki hát egy ilyen órás beszélgetés után meggyőződött. Megpróbálta lebeszélni. Tök jó. Kiküldte véletlenül a konyhába, hogy hozzon már be valami üdítőt, és hogy odafordult hozzám, hogy kurva a gyerek. És akkor mondom, fogod tanítani? Azt mondja, én nem. De keressen magának egy mestert, és akkor majd jó lesz. És talált magának egy mestert, Molnár Gergelynek hívják. Uh-huh. Ővel rettentő jó szimbiózisba kerültek. Egyébként a Hajnóci Somának is ugyanő volt a mestere, és akkor elkezdődött a bűvész élete. Uh-huh. És most ott tart, hogy nagyon sok önálló trükkje van, tehát olyan saját trükkje, amit ő talált ki. Ha most itt lenne, akkor el tudna dicsekedni, hogy a nyáron a Copperfieldnek mutatta meg a saját trükkjét. Tényleg? Hogy a Copperfield saját trükkjét, amit 40 éve Copperfield talált ki, csak átalakította egy kicsit, aha. és a Copperfield addig nézte, hogy nem tudott rájönni, hogy ez hogy van. Aztán. És egy bárba, hát akkor az már egy kicsit illúzionista, ugye? Már az a kategória talán hát, nem. Ezt úgy hívják, manipulációnak hívják a bűvészet. Én ismerem ezt a manipulációt itt Magyarországon, így mentem erre-arra. Elég jó, sokan trükköznek. Hirizdöred. Itt a piros, hol a piros? Igen. Visszakanyarodva, hogy azért te is egy nagy világjáró vagy, beszéltük, hogy nagyon sok országban jártál, viszont egy dologról sokat beszéltél, de én számomra ez még nem teljesen tiszta, hogy volt ez a szánhúzós sztori. Ez hogyan jött a te életedben? Ez egy nagyon fontos kérdés nekem. Igen. Hát erről keveset tudok. Egy szentesi szánhúzó sose adja fel. Kezdjük ott, ugye. És ugye, mivel szentesen, ugye mindenki ezzel jön, hogy hát hogy lettünk szánhúzósok, mikor szentesen nincsenek hegyek, és nincsen hó. Ez igaz, de ez nem befolyásolhat egy szentesit, hát hogy ne legyen szánhúzós. Hát. Érted? Mert ugye mi a Horváth Jancsi barátommal, akit említettem, igen. hogy úszómester volt, és ugye sok mindent csináltunk. És ezt kitaláltátok közösen? Mindig az volt, hogy legyen pénz az itt a piros, hol a piros, hogy miből lesz pénz. Aha. És ugye miből lesz úgy pénz, hogy azért nem dolgozunk magunkat halára. Mert láttunk embereket, akik nagyon sokat dolgoztak, és azért mégsem volt annyi. És ugye akkor Jancsinak volt egy ilyen kóbor ötlete, hogy mi lenne akkor, ha elkezdenénk kutyázni. Uh-huh. Most ez a kutyázás, ez ilyen barokkos túlzás volt, hogy kutyázni, milyen kutya, hát mondom, nem fogok német juhászt hajkurászni, uh-huh. nem fogom megetetni magamat egy kuvasszal, uh-huh. nem tudok olyan állatokkal, és mondom, kis ropikkal, ilyen kis pincsipuncsikkal, nem fogok egy háztartásba lenni, meg anyám megverni. És akkor annyit mondott a Jancsi, hogy hát ahol a szakkönyv kinyílik, és egy lexikont így elengedett. Ez komolyan? Igen. Hát a H-betű mondtam. És olaszkai malamot. Mondom, azt arra a tényleg, mondom, nincs is ilyen kutya. Nem volt
volt Magyarországon alaszkai malamut. De várjál, én azt hittem, hogy husky lesz, azért mondtam a H betűt. De akkor malamut. Malamut lett, alaszkai malamut. Hát az... és utána kellett járni, mert mondom, nem tudunk kimenni Alaszkába ilyen kutyáért. Hát mondom, hogy... És akkor 2 vagy 3 hónap múlva, így a vasutas berkekbe megtudtam, hogy Csehországból ennek már múltja van. Ja, már Csehországban olyan 6-8 éve voltak malamutok, és akkor ugye mivel ingyen jegy volt, fogtam magam, kimentem Prágába, leszálltam a vonatról, az első vasutas, aki jött szembe, annyit mondtam neki, szevasz, nem tudnád megmondani, hogy hol lehet itt szánhúzó kutyát kapni. Azt ez volt de válasz. Magyarul mondtad neki? Persze. És akkor ő meg válaszolt, hát, nyipicski, nicski, tehát udiciákat, gyűrűr. Ennyit mondott nálam. És akkor ja. Elsőre kifogtam egy kutyaszám versenyzőt, aki vasutas volt, Vlágya Zbornyik, így hívták, és aztán. Akkor Zbornyikkal elkezdtünk kumázni. Az azt jelentett, hogy elmentünk egy 12 emeletes sörözőbe, ahol 6 sör után én már folyékonyan beszéltem csehül, és azt mondtam, hogy ha milyen borsóval hoznak egy véres forradalmat fogok szervezni. És akkor onnan vettétek az első kutyákat. És így van. És akkor az első kutyát beimportáltuk az országba. Magyarul fajta nemesítők, vagy fajta honosok. Aha, értem. Lettünk. És akkor erre nagyon büszke vagyok, hogy az alaszkai malamut, hogy gyakorlatilag az elsőt én hoztam az országba. És hát innen elindult ez a kutyaszán szános múltam, mert ugye van, aki úgy gondolkozik, hogy majd veszek egy kutyát, és akkor lesz több kutyánk egy aha. idő után, ezek majd szeretik egymást, és akkor sok kiskutya. Mi úgy gondolkoztunk, hogy 6-8 kutya születik, akkor ebből eladunk 6-ot, max 8-at, és akkor még mindig marad egy, de lesz színes tévénk. És akkor, és akkor a gondolat nem is volt rossz, csak az Alföldön nem kell senkinek ilyen kutya. Mert ugye nem őriz semmit az alaszkai malamut, mert még a területet se, de ugye éjszakon nincsen magántulajdon, még a nő is közös, tehát nincs értelme őrizni semmit, úgyhogy ezek a kutyák nem harapnak, nem őriznek. Genetikailag van belül az agresszivitás. Na és akkor hogy lett a folytatás? Rettentő sok kutyánk lett. Aha. És akkor mit csináljunk sok kutyával? Befogtátok. Hát akkor számhúzó versenyzők leszünk, akkor befogjuk. Na de várjál, Magyarországon volt ilyen kezdeményezés mekkorában? Mivel, hogy ketten voltunk versenyzők, úgyhogy ezt ott a konyhaasztalnál alapítottuk meg a Magyar Kutyaszámhelytó Egyesületet. Na ez ketten, ugye? Erről beszélek, hát ez a nagy dolog. Így lett értelme. És akkor voltatok versenyen is? Hogyne. Téli olimpián voltunk. Na. Erről mesélj. Na, úgy kezdődött, hogy elkezdtünk ott hajtani Szentesen kutyát, nem őrült a város ennek, mert ugye te tudod, hogy milyen hosszú utcák vannak. Igen. A Nyílegyenes utcán úgy menni keresztbe, hogy nincs hó. Hát, hogy 40-en mentek a kutyák, az öcsémmel heggeztettünk ilyen kerekes kocsit, ja, mert hó az nyilván, azért mondom. Fényévente volt, és akkor elindultunk a kutyákkal, hogy kivágtázunk a lődombokig meg vissza. Az durván 10 kilométer. Hát, ugye el tudom képzelni ezt. Na most gondold el, a városon úgy, hogy már voltak betonos keresztutak, és akkor úgy mentünk ki, hogy olyan 11 perc alatt levágtáztuk a 10 kilométert, és akkor a Jancsival ott léhegtünk, amikor megérkeztünk, annyit mondott, hogy hú, azt rohadt életben. Hú, majdnem jött a busz, mondom, de hát jött. Tehát, úgy ment át előttünk a busz, hogy majdnem elütöttük. És így mentünk keresztül, úgyhogy zseniális volt. Elkezdtünk edzeni, és akkor egyszer csak jött a gondolat, hogy akkor el kéne indulni egy versenyen. És elindultunk Észak-Csehországba egy versenyen. Aha. Ott óriási viadal volt kettőnk között, hogy ki lesz helyezésben elől, úgyhogy így aztán 33. és 34-ek lettünk a 34 indulóból. És, nem baj, így indul és lesz. Ezt mondták a csehek, hogy ez csodálatos, hogy nem lettünk diszkvalifikálva. Erre rövidebb utat választottátok. A magyar virtus, persze. És aztán mindenki kanyarog, kijelölt túl térként. Kezdtünk beolvadni, és egyre több cseh versenyre mentünk, és akkor egyszer csak mondták, hogy Totmuszban is lesz egy. Mondom, az hol van itt Csehországban? Az Németországban van. Ó, mondom, az igen. Na, oda meg kellett szervezni egy komplet utat, mert ugye oda már autó kellett, persze. Ki kellett jutni a határon, szállítóeszköz, meg amit el lehet képzelni. Elmentünk Totmuszba. Ott Totmuszba
helyezettek lettünk. Az azt jelentett, hogy a középmezőnybe helyezkedtünk el. De már akkor nagyon sokat kommunikáltam az Bornyika, hogy hogy kell ezt csinálni, meg már fejlődtünk. Akkor elmentem Svájcba, Zürichbe, mert ott volt egy Klondike Shop nevű bolt, ahol csak szánhúzós cuccokat lehetett vásárolni. Megvásároltam a profi felszerelést. Utána lett egy kapcsolat, egy alaszkai kapcsolatom, mert ugye a kutyákat, mikor elkezdtem nézegetni, hogy genetikailag hogy kéne összehozni jó kutyát, akkor kiderült, hogy van egy Mr. T nevű alaszkai kon, akit átcsábítottam a gazdáját Mr. T-nek, hogy jöjjenek át, és akkor mondta, hogy hát ha nagyon akarom át tud jönni Európába, azt mondja, hol tudunk találkozni? Azt mondja Strasbourg, mondom, hát az nem jó, az nem jó. Mondom, Szentes? Azt mondja Prága, mondom Brno. Gondoltam, hogy Brnoig még föl tudok menni vonattal, aha, ugye mert nem volt kocsim. És akkor Brnoig eljött a Mr. T-vel, én meg az én vérző szukámmal, aha, megérkeztem vonattal, most gondolod, az összes kóbor kankutya mindegy, őt akarta, sajnál a kettőkor megálltam a hotel előtt, annyit láttam, hogy a harmadik emeletén így kinézett egy kutya. És ezek ketten elkezdtek dolgozni. Aztán kijött egy Winchester, azt mondja, hogy a fiszkó, mit keresek? Azt mondom, hát jöttem, hát meg van beszélve. Azt mondja, gyere fel. Azt ő nem tudta, hogy én nekem nincsen kocsim, azt nem bezártam a kutyát, hanem felsétáltam a kutyával. Ahogy nyitott az ajtót, az én kutyám már forral ment. De mire kezet fogtunk, már meg volt csinálva. És akkor... így lettek világi összes kutyáim, képzeld el? És akkor már alaszkai... Látod az élet nagy rendezés. Igen, és akkor már alaszkai felmenők voltak, és mit ad Isten, a következő évben kaptunk egy levelet a Nemzetközi Szövetségtől, hogy Albertville-be a téli olimpiára meghívnak bennünket, mint magyar kutyaszámlító válogatottat, hogy vegyünk részt a téli olimpián, mert utoljára 36-ban volt ez szám, és aztán lekerült az olimpiai számok közül. És ugye, még ott van egyébként? Most megint? Ott van az olimpiai nem, szám? Mert kétszer volt ez az Albertville, ja, meg utána még egy következő Lillehammerbe, és aztán befejeződött a sztori, mert rájöttek, hogy nincs az a számhúzó versenyző, aki fél évre karanténba rakná a kutyáját, hogy el tudjon menni egy versenyre. És ez nem olyan, mint az öttusói sorsolják. Hát itt fogad. És ugye igen, óriási pénzes versenyek vannak Amerikában, Európában a középfutamok is olyan 25-26 kilométer hosszú, Alaszkában a sprintverseny 300 kilométer, tehát hogy nem ugyanaz a lépték. És de ettől függetlenül maga a kezdeményezés az egy nagyon jó dolog volt, mert úgy lehet egy olimpiai szám újra az, hogy vagy a Nemzetközi Olimpiai Szövetség. Bizottság dönt, hogy az legyen, vagy pedig minimum 25 ország jelentkezik, és ja, akkor az lesz automatikus, ja, mert akkor a népszerűség viszi. Ja, értem. És de még Vietnám is indult. De tényleg? Komolyan, de 23 ország tudott. Azért mi a kékes tetővel 1015 méter volt, amikor tanultuk, most 1014, már öregszik, egy kicsit összement, de hát ugye a csúcsunk 1014 méter magas, a hóhatár ugye 2 kilométernél kezdődik, szóval, hogy nem mondjuk egy havas és nagy nemzet, innen egy magyar szánhúzód. Hát szóval ez nagyon nagy dolog, és ott hanyadikok lettetek? Hát 17. lettem. Az nagyon jó. 54 indulóból. Az, nagyon az, jó. Az egy nagyon jó eredmény, nagyon aha, büszke voltam rá. Hogyne. Főleg úgy, hogy a négy kutyás kategóriába, és a négy kutyából otthon nem mertem befogni egyszerre mind a négyet, mert nem szerették egymást. Ezért úgy edzettem, hogy 2-2, és mindig cserélgettem kettőt. És hogy kommunikáltál? Oké, magyarul jól beszélsz, de hogy mert mondtad, hogy nem nagyon odakint? Beszélsz. Igen. Mármint az olimpián? Igen. A többiekkel? Hát igen, a szervezőkkel. Az a mi? Az a mi? Az a mi? Mert ugye, az egyébként Albert Villa, jól emlékszem, az francia terület, ugye? Hogyne, francia. Francia beszélnek. Hát Szent-Maurice fölött van egy picit. Ott egy kicsit beszél a francia, petit poisson, de jeton, dans la rue, dans la banque, quelque chose de passé. Merci beaucoup, merci bien. Michel, Michel, Bacchkaï Michel. Monsieur. Mademoiselle, madame. Itt a beszélgetésünk vége felé kanyarodva, hogy elképesztő, hogy akár mi, hova megyek, mindenhol téged látlak. Ha bekapcsolom a laptopomat, híreket nézek, ott vagy.
Mondom, nem hiszem el, lecsukom. Bekapcsolom az anyósomnak a tévét. Ott reklám, ott vagy. Elkapcsolom a sportcsatornákra, hát ha ott nem vagy. Mindenhol ott vagy. Én ennek egyébként borzasztóan örülök. Hát most ugye egy, kimondhatjuk ugye, hogy egy Telekomnak a reklámjában vagy, és mindenfajta szituációt adtok elő, nagyon humorosan. Szerintem nagyon jó. Ennek a sorozata. A sorozat? Van egy sorozat. Aha. Tehát ez úgy van, hogy ez a reklám, ez a törzsreklám, ez tartozik egy sorozathoz. Uh-huh. Olyan kicsit furcsa a megnevezése, mert televíziós internetes sorozat. Az az interneten lehet hozzájutni a sorozathoz, az a cím, hogy Marsra Magyar. Így van. És ez egy hát rendhagyó, mert ugye nagyon pici a kohézió két rész között, uh-huh. de mégis ugyanabban a gyárban dolgozunk, ugye mindannyian tulajdonos, én a főmérnök vagyok, hát most meg volt hozzá a megfelelő múltam, hogy az legyek, ugye... És aztán van természetesen gyári munkás, melós, de megbíz bennünket a NASA, hogy építsünk egy űrhajót. Na most hát ez magyar. Aha, szóval az olyan is. Aha. És akkor egyértelmű, hogy ez nem fog eljutni, hogy a Mars térig nem jut el. És akkor ugye ebből rettentő sok bonyodalom van. Na most ennek a reklámnak, ennek a sorozatnak a farvizén érkezett meg a reklám, hiszen a Telekom a finanszírozója ennek a sorozatnak. Aha. És akkor ezt kellett apostrofálni úgy, hogy valahogy egyik a másik. Értem, a kettő erősíti a kettő egymást. Aha, aha. Az emberek nagyon szeretik, én azt látom. Egyértelmű, nagyon jó. Jó. Szórakoztató, vidám, szeretünk nevetni, tehát azért ezt mindig elmondjuk. Igen. Kevés olyan ember van, akire ránézünk, és rögtön nevetünk. Tehát a Kibédi Ervin talán előttünk van. Így ránéztem az Ervin, akármit csinált Kibédi Ervin, azért mindig szórakoztató. Vagy Körmendi, vagy sorolhatnánk. Kibédi Ervin engem a Balaton szemesi kistücsök vendéglőbe hívott meg egy eperlevesre. Na, tessék, hát akkor teli talán. Mikor ekkora voltam. Okay. Szóval, hogy a te attitűdöd, az te kisugárzásod, minden, nem is lehettél más, mint valami fajta komédia és a groteszk filmalkotások egyik szereplője. Nagyon örülök, hogy ilyen sikeresen fölfelé ível a pályád, és azt kell mondani, hogy nagyon is, és tényleg barátilag is mondhatom azt, hogy nagyon büszke vagyok arra, amit már eddig is elértél. Nagyon sok sikert kívánok a továbbiakban is, és a fiadnak egyet üzenek, hogy én addig a nem nyugszom, amíg téged nem tüntet el. Tehát én azt várom, azt a pillanatot, és akkor azt mondom neki, te vagy az ország legjobb bűvésze. Hölgyeim és uraim, kedves nézőink és kedves hallgatóink, Hevesi Tamás podcastját hallottátok, vendégem volt Badár Sándor. Sanyikám, köszönöm, hogy itt voltál, remélem jól érezted magad. Meghívom volt Hevesi Tamás. És ha tetszett a beszélgetés, akkor iratkozzatok fel, hiszen ez a visszajelzés számunkra. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, további szép napot.